Fela Kuti 1997-ben elhunyt nigériai énekes szaxofon művész tiszteletére nyílt kiállítás a Philharmonie de Paris koncertteremben. A zenész az 1960-as években alkotta meg az afrobeat műfaját, melyben a jazzt a nyugat-afrikai Yoruba törzs népzenéjével vegyítette, ezzel beírta magát a zenetörténetbe. A kiállítás 2023. június közepéig tekinthető meg. Miután október 23-án a Potsdami Barberini Múzeumban klímaaktivisták leöntötték burgonyapürével Claude Monet Kazlak festménysorozatának egyik darabját, a múzeum vasárnap új kiállítással nyílik meg a közönség előtt, melyben a varázslat és a szürrealizmus kapcsolatát mutatják be Salvador Dali, Max Ernst és René Magritte festményein keresztül. A kiállítás egészen 2023. január 29-éig látogatható. Megalapításának 25. évfordulóját ünnepelte október 18-án a Guggenheim Múzeum a spanyolországi Bilbaóban. A múzeum 3 jubileumi kiállítással mutatja be gazdag gyűjteményét. A Guggenheim Múzeum 1997-ben nyitotta meg kapuit a közönség előtt, épületét a kortárs építészet legnagyobb alakja, Frank Gehry tervezte.